TikTok nagyjából 10 évvel ezelőtt indult, egy szerelemsütésből kifolyólag, illetve a szükség az nagyon nagy úr volt, nem volt semmi. Elkezdtem otthon sütni, főzni és kávézókba elvinni. Ezt egyre többen szerették, egyre többet csináltam, és ebből kinőtte magát az, ami itt van. Most jelenleg 2 üzletünk van, ez a bázis, ez a főszerelem, és akkor emellett még nyílt az Andrássy utcán egy másik, picit más tematikával, de ugyanilyen minőségben, és ugyanezt a hangulatot viszi tovább. Illetve van egy üzemünk, amit nem sokan tudnak, viszont nekünk abszolút az a bázis. Ebben az üzemben sokkal nagyobb mennyiségeket gyártunk, nem saját magunk számára, hanem olyan partnereknek, akiknek a fejlesztést is mi vállaljuk. Az egyik legfontosabb dolog volt ez, amikor ezt az üzletet megálmodtam, hogy lebontsuk a falakat, és nem a vírus miatt, hogy az terjedhessen, hanem azért, mert az a közvetlenség, ami ezáltal megszületik, az egy nagyon fontos dolog. Sokszor a konyhákkal kapcsolatban bizalmatlanság van, tényleg olyan dolgokat csinálnak, amit nem szívesen mutatnak meg. Nálunk viszont pont az a lényeg, hogy ez egy szerelem. Amit csinálunk, azt nyugodtan bármelyik fázisában megnézhetné a vendég. És ettől valahogy olyan igazi az egész. Nagyon sok egyedi dolgunk van, mind a krémekben, mind a technológiai folyamatokban olyan egyedi dolgokat dolgoztunk ki, amik azt gondolom, hogy csak ránk jellemzők. Ez a Cakeshop identitás. Ami mindennek az alapja, az a minőségi alapanyagnak a tényleges szeretete, nem a marketing szeretete. Hál' Istennek most már Magyarországon is eljutottunk olyan szintre, hogy olyan minőségű tejszint, vajat, alapanyagot lehessen előállítani. Igen, mindig nagyon érdekeltek az alternatív alapanyagok. Ez egy egészen érdekes vonzata, hogy nem mellesleg ezek mondjuk glutén, cukor, laktóz és egyéb mentesek. Szépen lassan azon kaptam magamat, hogy egyre több olyan süteményt és desszert készítünk, amit olyan emberek is fogyaszthatnak, akik vagy elvből, vagy kényszerből, de kénytelenek mellőzni mondjuk a glutént vagy bármi más. Úgyhogy most jelen pillanatban a pultunknak az 50%-a nagyjából az, ami a mentes termékekre épült. De mondom, ez nagyon fontos, hogy nem a mentesség a lényeg, hanem az, hogy igazán finom legyen. Nagy vágyam volt, hogy könyvet írjak, és meg tudjam osztani az emberekkel azokat a recepteket és azt a tudást, ami esetleg mögöttünk van. Nyugodtan el lehet készíteni otthon azt, amit mi itt készítünk, és nagyon szívesen meg is tanítom workshopokon át, de egyébként most egy új könyvet is írok, annak pont ez a célja, hogy még inkább több klassz és igazán újszerű dolgot meg tudjunk tanítani az embereknek. Mint mindenkinek, nekünk is a járvány ez egy nagyon érdekes élethelyzetet hozott. Azt hiszem, az a nagyon nagy szerencsénk, hogy ez az üzlet ez így épült fel. Ez így növekedett, ez így született. Eleve a gazdasági válság ideje alatt, tehát az a rugalmasság, ami bennünk van, és ez az állandó újratervezés, és nem a pillanatnyi nehézségeknek a megélése, és az emiatti félelme, ez egy hatalmas előnyünk. Az ünnepek és a karácsony az én leges-leges legkedvencebb időszakom, úgyhogy mindenképpen fordítunk arra rengeteg figyelmet, hogy ezt ugyanúgy megéljük, akármi is van most a világban. Rengeteg speciális finomságunk van, mind rendelhető, mind elvihető, mind akár otthon elkészíthető formában. Ez például egy újdonság most ebben az időszakban, hogy segítünk otthon elkészíteni. Ehhez akár alapanyagokat, recepteket és minden egyebet is biztosítunk. Lennékszerű süting nincs. Az a helyzet, hogy akik ismerik és szeretik a mi ízvilágunkat, hozzáállásunkat, kreativitásunkat és az alapanyagainkat, mert hogy ezek tényleg nagyon különleges alapanyagok, azok sokszor nem tudnak egy klasszikus dolgot kiemelni, hanem pont azt élvezik, hogy állandóan változtathatnak, de mégis ugyanazt az ízélményt kapják. Most jelen pillanatban egyébként ezek az icing-ekszek, ami azt jelenti, hogy olyasmi, mint egy mézes kalács, úgy kell elképzelni, viszont egészen aprólékos és finom mozdulatokkal és kidolgozással van kidíszítve. Illetve hát a karácsonyi ízvilág, annyi fűszer, annyi illat, annyi íz, ezt nem lehet nem kihasználni.